Legújabb bemutatónk Székely Kapu címet viseli. Művészetek palotájában egy nagy szabású előadást várhat a közönség. Az első fél időben a székelység eredetével, illetve történelmével fogunk foglalkozni. A második fél idő pedig egy autentikus barangolás Székelyföldön. Itt ugye három koreográfussal dolgoztunk, nagy részt Orza Kalinnel, a Farkas Tomival, meg a Juhán Zsolttal. A táncos szempontból az volt a közös mindhárom alkotóban, hogy a táncosokat alkotótársként használták a munkafolyamatban. Ez nyilván bizonyos szempontból kihívás is jelentett, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagy pozitívuma amúgy is a Duna Művész Együttesnek és Zsoltinak is, de hogy olyan koreográfusokat is hívott meg, akikkel ugyanígy tudtunk dolgozni. Ez engem személy szerint nagyon is lelkesített, mert én szeretek így dolgozni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, gyakorlatilag ez az előadás bennem már nagyon rég megfogalmazódott, tehát ez mondhatni egy évtizedes készülés, hiszen folyamatosan formálódott a fejembe. Igazából egy másfél-két éve kezdtem el konkretizálni a dolgokat, ahol is először megkerestem Orza Kölin barátomat, akiről tudtam, hogy erdélyként, ugyan ő mezőségi, de nagyon sokat tud a székelységről, és az ő intellektusát szerettem volna kihasználni, hogy írjon egy librettót az első félidőhöz, ami meg is történt. Majd rögtön megkerestem ifjabb Csóri Sándor barátomat, akivel már most már sokadik közös munkát alkotjuk együtt, és őt kértem meg a zeneszerzőjének. Én székelyföldi származású vagyok, Gyergyóhoz közel Borszéken lakom, ez a Székelyföldnek a legészak-keletibb csücske. Én ott nevelkedtem, ott nőttem fel, ott az ottani emberek szavajárását ismerem, tehát ismerem igazából gyökeresen, ha így kell fogalmazzak, és nyilván, hogy ez a darab is ilyen szempontból közel áll a szívemhez. Tehát nagy örömmel és lendülettel igyekeztem ezeket a táncokat feleleveníteni, mert ugye nekem inkább felelevenítésről volt szó, és látni azt is, hogy igen, hogy az otthoni gondolatérzés az hogyan nyilvánul meg több száz kilométerrel arrébb itt a Budapesti Művészetek Palotája színpadán. Úgyhogy ez is egy izgalmas része volt az útnak, hogy ezt így párhuzamosan tudtam figyelni meg magamat is úgy tenni bele, hogy maximálisan segítse ezt az egész életérzést akár belerakni.